a szabadvízű strandhoz Lashuk Dimitri filmrendező felhívására. Az ország számos településéről érkeztek, Budapesttől Győrön át Miskolcig, bátor amatőrök és hivatásos sportolók, hogy megmártozzanak a folyóban. Tavaly 94-en csobbantunk, most 380-an regisztráltak csupán a csobbanásra, és hát megint van vagy 500 néző, úgyhogy nagyon sokan vagyunk. Az idő egészen kellemes, jobb, mint tavaly. Most nincsenek jégtáblák, a Tisza kellemes 4 fokos, idézőjelbe téve, úgyhogy remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Először is, hogy el kell tudni hinnünk, hogy bele tudunk menni ebbe a hideg vízbe, és hogy jól fogjuk magunkat érezni. Másfelől meg lehet zuhanyzással, hidegvízes zuhanyzással gyakorolni, úgymond edzeni, illetve azért jönnek most is olyan profik, akik sok percen keresztül képesek a hideg vízbe lenni, és jól is érzik magukat, nekik is teret adunk. Az eseményt az UMS mentősei mellett vízimentők, polgárőrök és búvárok felügyelték. A nagyobb létszámhoz több segítség is szükséges, úgyhogy nagyon köszönöm a vízimentőknek, a polgárőrségnek és a mentőszolgálatnak is, hogy itt vannak és figyelnek ránk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Czókoly Sándor atya megáldotta a Tiszát, majd a csobbanást vállaló több száz fő derékig besétált a 3 fokos vízbe. Háromszor alámerült, hogy megtisztuljon, majd a csobbanás után a partra érve a kihelyezett szaunákba mentek melegedni. Szuper érzés bemenni a vízbe, igazából olyan egy kicsit, mintha a tűkkel szurkálnának, de ki lehet bírni. Testileg, lelkileg felfrissül az ember tőle. Tehát, hogy számunkra ez egy életforma és nagyon jó érzés. Belemerülni a hideg vízbe, mert úgy érezzük, hogy felfrissülünk, energetizálódunk és új lendületet kapunk az élethez. Szóval 10 percet voltunk, mert gyakorolt merülők vagyunk, már voltunk többször a Hidegvíz Törzs nevű csapat. Minden héten, hétvégén menjünk be természetes hidegvízekbe csobbanni. Ez egy nagy társaság, egy közösség, egy nagy család, úgyhogy most eljöttünk ide Dimitri helyhez, hogy kipróbáljuk a Tiszatavat, ami most 5,7 fokos volt. És megszentelt vízbe fürödhettünk, teljesen tiszta, friss, szentelt, éreztem, megújultam, kicseréltem a lelkileg, testileg, teljesen új ember lettem. Én azt érzem, hogy miért a kezdem már, mint a Mennyországban lennék. A csobbanásban a főszervező Lashuk Dimitri filmrendező mellett részt vett F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Újvár Imre Tisza Firet polgármestere is, a több száz bátor fürdőzővel, akiknek a partról is több százan tapsoltak. Tiszatavi szezon 4 évszakos, és úgy látszik, hogy most már a tiszatavi strand szezon is 4 évszakos. Ezzel indítjuk az évet, nagyon jó hangulatú program, nagyon sokan voltak tavaly is, ugyan tavaly egy kicsivel hidegebb volt, hiszen be volt fagyva a tó, most talán egy kicsit tavaszias az idő, de nagyon sokan vannak, nagyon sokan regisztráltak, és én azt gondolom, hogy egy jó programmal az évet indítjuk, és a szezont pedig folytatjuk. Hozni kell papucsot, törölközőt, és ennyi. És el kell határozni, hogy belemegyünk a vízbe, akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy nagyon hideg. De kijönni belőle meg annál jobb. Készültem mindenféle meleg ruhával, praktikus lábbelivel, amivel érdemes bemenni a vízbe, erre mindenki készüljön, mert azért itt akadsúlyom. Már a városüzemeltetés, illetve az üzemeltető Tiszavíz Kft. Emberei már napok óta azon dolgoztak, hogy összetakarítsák a falevelet, különböző zöld hulladékot, nem csak a szabad strandon, hanem a Tiszaparton is, hogy megfelelő rendezett körülmények fogadják a látogatókat, de érdemes ilyen cipővel készülni. Meleg pokróc, törölköző, meleg tea, ezek mind olyan kellékek, amik praktikusak egy ilyen hidegvízes merülésnél. Azért nem jellemző, hogy télen ilyen sokan vannak itt, de mi szeretnénk, hogyha nem csak nyáron, vagy tavasszal látogatnának el hozzánk. A Tiszató télen is csodálatos, én arra biztatok mindenkit, hogy jöjjenek el Tiszafüredre, van mit csinálni. Nagyon jókat lehet kirándulni, persze nem mindenki azért jön, mert meg fog merülni a hideg vízben, de tényleg nagyon szép a táj. És sporteseményeknek is télen is otthont adunk, jelenleg is egy teremlabdarúgó torna van a városban, 28 csapat részvételével az ország minden részéből, úgyhogy nem indul nekünk unalmasan az új év, mozgalmas, és mindenkit arra biztatok, hogy jöjjenek el ide a Tiszatóhoz. A vállalkozók között többen már tavaly is részt vettek az újévi tiszatavi csobbanásban.